Na sziasztok! Egy ideje nem volt videó most már a csatornán, de szeretnék visszatérni. Szépen lassan épülget az oldal, ennek köszönhetően szeretnék ismételten foglalkozni videókkal, stb. Stb. Elég sok minden vissza fog térni. De a mai videó témája az, hogy miért nem megyek el egy-egy találkozóra, és miért nem voltam ott egy-egy találkozón. A hétvégén ismételten voltam két helyen is, két mondhatni, hogy egésznapos rendezvényen. Ugye szombati nap Siófokon voltam, Siófok Szabadi Sóston a Siókemben, a Skoda találkozón. Egész napos program, hajnali kettőre értem haza, fantasztikus volt, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szervezőknek. Utána pedig másnap kora reggel a vihar ellenére is csapodra mentem, a Sopron Rally szervezésében megrendezésre kerülő Csapod Rallyra és Murvás versenyre. De közben érkeztek privátba olyan kérdések, hogy miért nem voltam tegnap, vagy miért nem volt, azóta is érkeztek, hogy miért nem voltam vasárnap egy-egy rendezvényem. Nemes egyszerűséggel azért, mert egyrészt az egyikről nem is tudtam, hogy van, a másikról tudtam, hogy van, de az ország túlsó végén, és azon kívül meg nem hívtak. Tehát, hogyha azt akarjátok, hogy legyek ott egy rendezvényen, akkor legalább valamilyen szinten próbáljátok meg róla tudatni, hogy lesz egy ilyen rendezvény, hogyha a környéken van, és momentán nincsen semmi más dolgom, akkor lehetséges, hogy nagyon-nagyon szívesen kimegyek, vagy hogyha azt akarjátok, hogy mindenképpen ott legyek, és készüljenek fotók, akkor beszéljük meg a részleteket, és bizonyos feltételekkel nagyon-nagyon szívesen elmegyek bármilyen rendezvényre, ami nem üti a munkámat. Azt azért tegyük hozzá, mert ami nem üti a munkámat, azt arról nagyon-nagyon szívesen elmegyek. A másik meg az, hogy elkészülnek a képek, ugye ez a szintén felmerült ugyanennél a kérdés körnél, hogy miért nem vagyok ott, miért nem csinálok képeket, és miért nincsenek még meg a képek. Tehát így alapvetően a logikát nem értem. Tehát, hogyha nem vagyok ott, akkor valószínűleg nem készültek képek. Hogyha nem készültek képek, akkor nem tudok mit publikálni. A másik meg az, hogy ha fotózok is, a fotóknak van egy feldolgozási ideje. Elég sokat el lehet velük szöszmötölni, hogy olyanok legyenek, amilyenek. Tehát utómunkára is kell fordítani, nekem is kell aludni, nekem is kell enni, nekem is kell nagyon-nagyon sok dolgot csinálni más egyéb mellett, nem a fotózás a fő munkám, sajnálatos módon. De örülnék, hogyha egyszer az lenne, de az még jelenleg egy nagyon-nagyon messzi távoli álom, hogy az legyen belőle. Viszont tényleg egyeseknek olyan szinten irreális az elvárása az, hogy még a rendezvény le se megy, vagy ott se vagyok, de már képeket akarnak lehetőség szerint ingyen vagy még olcsóbban, és egyáltalán örüljek, hogy fotózhattam őket, vagy én nem tudom, milyenkor az, ami lejátszódik egy-egy úriemberbe. Szerintetek ezekre mi a megoldás? Ti mit gondoltok? Mert egyébként ugye jó páratokkal már beszélgettem, tehát egy-egy versenyen már úgymond szállómémmé vált az, hogy futam közben megkérdezitek, hogy miért nincsen még kinn a képek, köszönhetően egy ilyen esetnek. De nektek erről mi a véleményetek? Hogy kezelnétek ezeket a dolgokat? Kommentbe várom a reakcióitokat, illetve véleményeteket. Nyugodtan ragadjatok billentyűzetet, mondjátok el, ne fogjátok vissza magatokat. Alapvetően nem szoktam kommentet törölni, tehát nyugodtan, szépen, hosszan el lehet mondani, hogy nektek erről mi a vélemény. Illetve, hogyha tetszik a csatorna, tetszik a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ezzel is támogatva a munkásságomat, és segítve azzal, hogy fejlődjek. Köszönöm szépen, sziasztok!